Ázsiai életek címmel nyílt fotókiállítás a Hírös Agúrában a KAF idei programjaként. Isu Pátel kétszeres Oscar jelölt indiai-kanadai filmrendező, fotóival Ázsia ismeretlen hétköznapi emberei előtt tiszteleg. A kiállítást Baget Iskander fotóművész nyitotta meg. Hangsúlyozta, hogy Isu Pátel azon kivételes művészek egyike, akik képesek évszázadok történéseit egyetlen pillanatba, az állóképbe sűríteni. Elmondta továbbá, ahogy Pátel munkáit nézi, érzi a kíváncsiságát, ahogy kutatja a témát, az izgalmát, ahogy megtalálja a pillanatot, és az elégedettséget, amikor egy kép pontosan azt adja a nézőnek, ami a fotóművész szándéka volt. Nem szenzációt keres, nem a hangos tragédiát fotózza. Az egyszerű, hétköznapi pillanatokban látja meg, és ezen keresztül örökíti meg a drámát, az örömet, a fájdalmat, a kilátástalanságot, a szeretetet, mondta Baget Iskander Isu Pátelről. A kiállító művész az eseményen elmondta, jó fotó emberekről akkor készülhet, ha a fotós felveszi a viselkedésüket. Nem készít 1000 fotót naponta abban a reményben, hogy majd lesz közöttük egy jó kép, hanem megfigyeli az embereket, elkezd benne kialakulni egy kompozíció, és ez alapján egyszer csak eljön a pillanat, amelyet majd megörökít. A kiállítás válogatás azokból a fotókból, amelyek az Azonos című könyvében találhatók.